38 ló, 15 anguszmarha és egy 100 hektáros terület. Talán kevesen gondolnák azt, hogy egy ekkora gazdaságot egy fiatal nő irányít. Pedig a bakonysárkányi Reis Quarter Horses telepvezetője a 29 éves Leslie Veronika. Veronika, ez a rakoncátlan kis csikó az egyik legfiatalabb lakótok. Mit tudhatunk róla, mikor született? Ő előző hónap 8-án született, aki mellettünk van, ő egy picit fiatalabb, múlt hét pénteken. Igazából ez egy amerikai fajta, Quarter Horse, West End lovak. Őket West End stílusba kell lovagolni. Ez a kis csikó még most tényleg eléggé rakoncátlan, de ilyenkor már azért lehet sejteni, hogy milyen habitusú ló lesz ő? A vérvonala miatt igazából elég sokat várunk tőle, úgyhogy reméljük, hogy ezt a rakoncátlanságot egy kicsit a későbbiekben majd elhagyja, és egy picit megkomolyodik. Veronika, te hogyan csöppentél bele a mezőgazdaságba? Te egészen más pályán indultál el. A szüleim is foglalkoznak mezőgazdasággal és állattartással, így lovagolni már elég korán elkezdtem, és 16 éves koromban kerültem ide a Rice úrhoz, ahol elkezdtem lovagolni, és később a főiskolai tanulmányaim mellett is dolgoztam itt. Majd egy picit dolgoztam a szakmámban, és akkor újra visszatértem most ide. Veronika 2019-ben vette át a gazdaság vezetését, ami bizony mély víz volt a javából. De a fiatal telepvezető cseppet sem ijedt meg a feladatoktól. Neked fiatal nőként nem csak az állattenyésztésbe, az állattartásba kellett beletanulnod, hanem bizony a gépek kezelésébe. Hogy is volt ez? Miért volt erre szükség? Amikor idejöttem, akkor nem volt szó arról, hogy én gépet is fogok kezelni, úgyhogy elég nagy meglepetésként ért. A lucernát lekaszáltuk, vártuk, hogy lehessen bálázni, és az akkori gépkezelőm úgy döntött, hogy felmond. Az eső jött, és sajnos kénytelen voltam beülni a gépbe, és megpróbálni magamtól összebálázni a lucernát. Bevallom, hogy először elég nehezen ment, kértem hozzá egy pici segítséget már magához a gépkezeléshez, de sajnos aki segíteni jött, ő bálázáshoz nem igazán értett, tehát elmondta nagyjából, hogy kell a gépet kezelni, már csak így a sebességeket, és aztán egy YouTube videóval sikerült végül is megcsinálnom az első bálámat. Azóta is megmaradt ez az életedben? Továbbra is ülsz a gépeken? Igazából úgy megszerettem a bálázást, hogy azóta nem is engedem, hogy más csinálja. Egy picit az előkészületekben, amíg a bálát megcsináljuk, előtte szoktak a fiúk nekem segíteni, de magát a bálát és a bála behordást, a kazal összerakást, azt már egyedül csinálom. Egy ekkora gazdaságban bizony nagyon sok gépre van szükség. Ti milyeneket használtok? Az első traktorunk, mármint az első New Hollandunk, egy T50-50-es. Eddig vele báláztam, és vele kaszáltunk is. Aztán tavaly beszereztünk egy TD50-20-ast, amivel az előkészületeket, a rendkezelést csináljuk. Idén pedig lett az új traktorunk, ez egy T6.180-as Dynamic Command. Folyamatosan fejlesztitek? Vannak újabb gépek is tervben? Egyelőre traktorban nem szeretnénk többet. Én úgy gondolom, hogy ez a három traktor abszolút ki fogja szolgálni az igényeinket, és megfelelő lesz minden munkára. Viszont a pályázat keretében majd gondolkodunk egy bálázó megvételében. Az állattenyésztés sikere sok mindenen múlhat, de nagy szerepe van a takarmányozásnak is. Éppen ezért a legelők gondozását, kaszálását, a szálas takarmány betakarítását is New Holland traktorokkal és ehhez társított munkagép kapcsolatokkal végzik. A márkakereskedő Agrotech Magyarország kínálatában színes géppalettából válogathatnak az állattartó telepek tulajdonosai. Mi eddig elsősorban szántóföldi gépeinkről voltunk nevezetesek, tehát New Hollandból fakadóan elsősorban az erőgépek, betakarítógépek voltak a legnépszerűbbek, de az utóbbi évben a kínálatunk bővülésének köszönhetően egyre több partnerünk ismeri fel azt, hogy igen, nálunk is megrendelheti az állattartó telepekre, illetve a takarmány előállításához szükséges gépeket. Tehát a lényegében az összes szálas takarmány előállító gép megtalálható nálunk, tehát a különböző kaszák, rendkezelők, rendsodrók, bálázóban is többfajta áll rendelkezésre nálunk, ugye a New Holland palettájáról, mind hengeres, mind pedig nagy kocka bálázó tekintetében, de akár az önjáró silózónk is szóba jöhet, tehát ami szarvasmarha takarmány előállításnál ugye szóba jöhet, vagy akár energiaültetvényeknél. És hát bent a telepi gépek területén rendkívül széles a rakodógép kínálatunk is.
akár a kisebb csúszókerék kormányzású gépeket, hogyha vesszük, amik Amerikából jönnek szintén a New Holland márka alatt, de teleszkópos rakodónknak is elég széles a kínálata, és törzscsuklós homlokrakodót is tudunk kínálni. A gépberuházásokhoz óriási segítséget jelentenek a pályázati lehetőségek. 2021-ben a vidékfejlesztési program keretéből az állattartó telepek gépparkja is fejleszthető. A technológia terén a nyugati állattartókhoz képest, állattenyésztőkhöz képest elég jelentős lemaradásban vagyunk, és hát a kormányzat ezt valamilyen szinten felismerte, és próbálja támogatni ezt a szférát is. Ennek köszönhetően pont egy pár napja jelent meg a kisebb állattartó telepek korszerűsítésére vonatkozó pályázati lehetőség, ami a 40-50%-os támogatási intenzitást jelenthet minden állattartó számára. A Bakony Sárkányi Lovastanyán nem csak a New Holland gépekkel, hanem a mögöttük lévő szolgáltatásokkal és szervizháttérrel is elégedettek. Az Agrotech Magyarország Kft. Csapata számára nagyon fontos elv, hogy ne csak addig legyen partner a márkakereskedő, amíg a gazda kifizeti a gépet. Az állattartó telep az egy 7 nap 24 órás műszak, tehát sokkal kiélezettebb a gépeknek a rendelkezésre állása, mint egy átlag szántóföldi termelésnél. Tehát nagyon fontos, hogy amit az ember megvásárol gépet, a mögött milyen szolgáltatást biztosít az értékesítő cég. Természetesen nekünk ezért épp úgy ott kell lennünk, függetlenül attól, hogy hétvégéről van szó, vagy hétköznapról, hiszen az állatok azok nem kérdezik, hogy most szombat vagy vasárnapról van szó, tehát folyamatosan ezt a fajta megbízhatóságot nyújtanunk kell, próbálunk ennek eleget is tenni. Veronika történetében nem csak az a különleges, hogy nőként egy lovastanyát vezet, és ha kell, traktoron ül, hanem az is, hogy eredeti szakmáját továbbra sem adta fel. Mindkét terület nagyon fontos része az életének. Számára így kerek a világ. 2014-ben szülésznőként kezdtem a Fehérvári Kórházban. 2019-ben diplomáztam, mint szülészeti nőgyógyászati szonográfus. Dolgoztam egy picit a Fehérvári Kórházban, és azóta egy másik helyen dolgozom. Talán az, hogy a szülészetben mit szeretek, azt nem kell külön magyaráznom, hiszen egy új élet születik, és egy család alapításnál vagyok jelen. A mezőgazdaság igaz teljesen más ágazat, de én úgy gondolom, hogy ezzel a kettővel együtt teljes az én életem. A mezőgazdaságban most nagyon aktuális téma a generációváltás. Nagyon fontos lenne az, hogy egyre több fiatal válassza ezt hivatásul. Te ajánlanád másoknak? Én úgy gondolom, hogy kifejezetten a jelenlegi járványhelyzet is prezentálja azt, hogy miért érdemes a mezőgazdasággal foglalkozni, hiszen a legkevésbé érintett terület volt a járvány miatt. És azt gondolom, hogy a mezőgazdaság trendi, és hogy a fiataloknak érdemes ezzel foglalkozni.